Hatalmas károkat okozott a tavaly július 20-án lecsapott vihar nagyecseden. Több ingatlan is lakhatatlanná vált egy időre. A dió nagyságú, tömegesen lezúduló jég cserepeket lyukasztott ki, áttört palákat, betört ablakokat és tönkretette autók szélvédőjét is. Öt vármegye katasztrófavédői dolgoztak napokon át a helyreállításon. Ez volt a legnagyobb műszaki mentés a tavalyi évben. 2023-ban inkább ilyen jellegű feladatai voltak a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóságnak, mivel a csapadékos időjárásnak köszönhetően a tűzesetek száma csak nem felével visszaesett a korábban tapasztaltakhoz képest. Erről Varga Béla dandártábornok igazgató beszélt 35 perc című műsorunkban. Ezért a szabadtéri száma jelentős mértékben csökkent. A külterületeken, belterületeken nem okoztak olyan sok tüzet a az állampolgárok, emiatt van ez a jelentős számcsökkenés. A műszaki esetek száma az stílusosan 2023 volt, ebből is a legnagyobb volt ez a nagyecsedi beavatkozás, ezen kívül jelentős számú szénmonoxid mérgezés volt, 52, 52 darab, ez mindig sok, bár csökkent a tavalyi évhez képest, 9 fő sérült meg, és 2 fő halálozott el. Lakástűzből is kevesebb volt tavaly, mint 2022-ben, egészen pontosan 129-el csökkent a számuk. A 431 tűzzel érintett otthon közül csupán egy helyszínen volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek már a tűz kezdeti fázisában megbízhatóan jeleznek, amikor még van idő cselekedni, az éppen meggyulladt tüzet eloltani, vagy kimenekülni és tűzoltókat hívni. A lakás tüzekben négy ember vesztette életét tavaly. A vármegyei igazgatóság munkájának hatékonyságát növelheti, hogy újabb járművekkel és eszközökkel bővült a flotta vannak új technikai eszközeink, kaptunk két vadonatúj MAN típusú 4000-es, azt jelenti, hogy 4000 vizet, 4000 liter vizet tud szállítani, két fecskendőt, az egyiket a Nyíregyházan, a másikat Máté Szalkán helyeztük üzemben, ezen kívül kaptunk még drónszállító terepjáró gépjárművet, amely azért jó, mert ha van egy kiterjedt szabadtéri tűzünk, vagy egy erdőtűzünk, akkor a drónnal be tudjuk határolni ennek a területét, és akkor a szükséges erőket, eszközöket oda tudjuk rendelni a beavatkozásra. Az igazgató úgy látja, a személyi állomány is megfelelő, különösen összevetve az ország más térségeivel. Nagyon sok megye bajban van a létszámmal. Mi hála jóistennek, nem vagyunk még bajban, vagy nem is tudom, hogy ez, hogy ez mennyire jó, mert Nálunk még nagyon sok jelentkező van a, a Nem lévén más munka lehetőség, vagy kevesebb a munka lehetőség, mint egy a nyugati megyékben, vagy akár Budapesten, vagy akár a Pest megyében. Nálunk 97%-os a feltöltöttség. 505 fő van jelenleg, ebből 322 a bevatkozó állomány. Mi az, amit nyújtani tud a katasztrófavédelem a dolgozóinak? Hát, milyen milyen pályai biztonságos, évet biztonságos, biztonságos megélhetést mindenféleképpen, és van a pálya évünk természetesen, el lehet akár a beosztott tűzoltótól jutni, ahogy már nagyon sok példa volt erre, akár az igazgatói beosztásig, úgyhogy mindenki a marsal botot a zsebébe hordja, csak dolgozik el tanulni, és tisztességesen embernek lenni. Varga Béla hozzátette, az igazgatóság legfőbb célja az idei év hátralévő részére, valamint a jövőre nézve, hogy tovább fejleszik a hivatásos tűzoltók elméleti és gyakorlati felkészültségét. Emellett folytatni és erősíteni szeretnék a tűzesetek, valamint a szénmonoxid mérgezések megelőzését célzó tájékoztatási tevékenységet.